A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát röviden. Lépések a Zöld Város cím eléréséért. Két napig épült a történelmi részleteket megelevenítő játékfigura kiállítás. Három évtizede zajlanak már a foglalkozások az érdeklődő tamási diákok számára. A Tamási 2009 FC felnőtt csapata megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Készül egy nemzetközi felmérés, melyben Magyarországról Veszprém és Tamási kap helyet. A cél, hogy kimutassák a klímaváltozás gazdasági hatásait. Az eredményt Tamási város beépíti saját klímastratégiájába és felhasználja a jövőbeni tervezési folyamatokba, mondta Porga Ferenc polgármester. A lépés azért is fontos, mert a város a Zöld Város cím elnyerésére készül, így e tekintetben is különösen fontos tapasztalatokat hozhat a felmérés. A klímaváltozás veszélyeivel foglalkozik az a nemzetközi tanulmány, melyet a Pannon Egyetem szakembergárdája végez Magyarországon, kapcsolódva egy Európai Uniós kezdeményezéshez. Tamási már rendelkezik klímastratégiával. Ennek a felmérésnek az eredményei a jövőben befolyással lesznek a terveinkre, mondta Porga Ferenc polgármester. Részletes felmérést fognak végezni az egyetem munkatársai. Itt különböző vizsgálatok lesznek, a talajtoni vizsgálattól a levegős tisztaságig. Részletesen fogják vizsgálni a helyi, tehát a tamási adottságokat, és a társadalmi gazdasági szervezetekkel készítenek majd mély interjúkat, ebből pedig következtetéseket vonnak le, és ajánlásokat fognak tenni a települések felé, és ezen ajánlások alkalmasnak lesznek arra, hogy cselekvési tervet tudjunk kidolgozni, és fel tudjunk készülni mi is helyi városi szinten a klímaváltozás veszélyeire. Hisz ez egy nagyon aktuális téma, ezt mondanom sem kell. A klímaváltozás az életünk minden részét érinteni fogja. Korán sem csupán azokon a területeken érezteti majd hatását, ahol már ma is nyilvánvaló jelei vannak a változásnak. De átfogó társadalmi és gazdasági átalakulásnak leszünk tanúi. Ezek az ajánlások arra lesznek alkalmasak, hogy cselekvési tervek készüljenek a várható környezeti hatások kezelésére, mondta a polgármester. Tamási megcélozta a Zöld Város címet, a logójában is ez szerepel, tehát ez összhangban van a Zöld Város stratégiánkkal. Ha Zöld Város szeretnénk lenni, és azt gondolom, ezen jó úton járunk, akkor ezekre a veszélyekre nekünk figyelnünk kell, és fel kell készülnünk. A képviselőtestület meghallgatta a városi orvosi ügyeleti rendszer elmúlt egy évéről szóló tapasztalatokat. A beszámolóból az is kiderül, sokan olyan problémákkal keresik az ügyeletet, mely nem kíván azonnali orvosi beavatkozást, és ez nehézíti a feladatellátást. Összességében a tapasztalat az nagyon jó, nagyon nagy a betegforgalom, az látszik, ebben biztos benne van a pandémia is, de úgy látszik, hogy ennek ellenére nagyon sokszor túlzottan veszik igénybe az ügyeleti ellátást. Egyszerűbb panaszokkal is idefordulnak, például láz, fejfájás, amik otthon a házi patikában meggyógyíthatóak lennének. 5 orvos, 5 szakápoló és 5 sofőr teljesít szolgálatot, kiegészítve 2 mentőtisztel. Az ellátási terület az pedig elég nagy, Tamási és környéke, több mint 25 ezer ember. Felvilágosító kampányokat kellene folytatnunk, hogy milyen esetekben érdemes idefordulni, illetve szükséges az ügyeletet igénybe venni. Az otthon kezelhető eseteket, vagy amik várhatnak a holnapi rendelésig, arra kérjük a lakosságot, hogy otthon gyógyítsák magukat. Másnap viszont a házi orvost nyugodtan keressék fel, hisz azért vagyunk ott. Tamási városnak évi 13 millió forintjába kerül az ügyeleti rendszer működtetése, hangzott el a beszámolóban. A feladatellátáshoz szükséges állomány és technikai felszereltség a rendelkezésre áll, ebben nem szükséges lépéseket tenni. A Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös fejlesztési pályázatára nyújtotta be igényét a város.
Ez az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása minden évben kiírásra kerül. Idén útfelújításra szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot. Nevezetesen az egyik legforgalmasabb és egyik legnagyobb terhelést kitevő utcát szeretnénk felújítani, a Gárdonyi utca bizonyos szakaszait, konkrétan a Árpád utca és a Bartók Béla utca közötti részt. Tervek szerint, amennyiben sikeres lesz a pályázat, még ebben az esztendőben sor kerülhet a felújítási munkálatok megkezdésére. Semmi sem felesleges, valljuk ezt szerintem jó sokan, és gyűjtjük, amit úgy gondolunk, hogy később még felhasználhatunk majd valamire. Viszont vannak, akik azért ennél sokkal tudatosabban teszik ezt, egy dologra fókuszálnak a gyűjtögetéssel kapcsolatban, sok esetben a múlt egy darabkáját mentik meg ezzel a jövő nemzedéke számára. Az a kiállítás is egy ilyen, már 10 éve zajló gyűjtő munkának az eredménye, amit a Könnyű László Városi Könyvtárban tekinthetnek meg az érdeklődők, de nézzük is a részleteket. Senk Károly a német játékgyártó figuráinak mintájára készített játék katonákat, amelyek a 80-as, 90-es évek népszerű magyar játékai voltak, és minden kisfiú polcán rejtőzött belőlük néhány darab. Ezek gyártása 1995-ben szűnt meg, a figurák és a kiegészítők azonban ma is népszerűek és keresettek. Csaba például már 10 éve kutatja és gyűjti őket. Jó pár éve, 8-10 éve keletkezett egy olyan szenvedély, hogy barátokkal motoroztunk. Erre arra marra, és volt egy veterán bőrze, kimondan Siófokon szokott minden évben lenni egy veterán bőrze, és kirándulásunk alkalmával találtam egy olyan játékot, egy régi havas kis autót, ez egy trafikos kis játékautó, ami a régmúlt emlékét, játékaimat idézte fel. Ott vettem egyet, és tettünk még egy kört, lett még egy, 2-3, és ezek a kis játékokkal hazatérve polcra kerültek. Tehát 1 hét, 2 hét, 3 hét, bővültek, és megtelt a polc. És még többet vettünk, és ez hozta elő a régmúlt dolgait, hogy ezt igenis szeretném gyűjteni. Tudtam, hogy nekem annak idején volt, de hát ugye homokozóban eltűnt, cicaján kapart, stb. Jó visszaemlékezni a dolgokra. Ez az idők folyamával több ismerős barát révén tudtam megismerkedni több játékkal, és alakultak baráti körök, csoportok, és egymásnak segítettünk, hogy hol vásároljuk, hol vegyük cserebelünk, és én inkább a bólapiaszos beszerzést szoktam előnybe helyezni. Szülővárosom a Keszthelyen, illetve annak környékén van több bólapiat, és ott tudok vásárolni ilyen játékokat. Van különböző csoportok, ahol elég szorosan tartjuk a kapcsolatokat, mint gyűjtők. Tehát vannak külön senk katona gyűjtők, és ezt egy baráti kör révén kialakítottuk egymás között. Boldogsajnos már nem, holott mondhatnám azt, hogy Budapesten találni még olyan helyeken, ahol gyári csomagolásban is meglehető, de nagyon-nagyon-nagyon ritka. Tehát inkább csak a bolhapiac. A Senk figurákból álló kiállítást a gyermekek örömmel fedezik fel, bármerre is járjon a megszámlálhatatlan darabból álló tárlat. Jöttek barátok, vendégségben meglátták, és tényleg lenyűgözték, és itt jött az ötlet, hogy hát ha nekik tetszik, akkor valószínűleg a közönségnek is. És pár éve, amikor elindult egy folyamat, egy kisebb múzeumban volt egy kis szobányi lehetőségem kiállítani Keszthelyen, és ott hatalmas érdeklődés övezte, és majd jött még egy, és így elindult egy láncreakció, és ezáltal hál' Istennek ide kerültem hozzátok is ebbe a szép városba. Én gyerek vagyok. Én örökös gyerek, felnőtt gyereknek érzem magamat, de igen, természetesen persze, hogy miért, meg hogyan. Hát mondtam, hogy neked tetszik, vagy a fiadnak, mikor jöttek a kiállításra, és hát a fiadnak is tetszik, mondom, neked nem, de nagyon szép. Hát ezért igazából innen indult minden. Nagyon sok kiállítás alkalmával, amikor jönnek a vendégek hozzák, ugye a gyermekeket kisránt is főre jelent, nem is a gyerekek szokták annyira, hát észreveszik persze a szépet, jót, de amikor az a szülők elkezdenek egymással beszélni, hát nekem olyan volt, hú, hát azt elveszettem a homokozóban, és de jó, és akkor elindulnak a régi emléképek, az a régi felidézett dolgok, és ezt így közösen meg szoktuk beszélgetni, nagyon sokszor ilyen. Legutóbb, ha szabad mondani, ez a Legerszegen volt egy kiállításom, ott szintén egy előadást tartottunk, amikor volt a megnyitó, és tényleg előbentem, amikor jelentkeznek a gyerekek. És mondja, hát képzelje, bácsi, apukámnak is ilyen van ám. Erre megyünk tovább, és még egy kislány felteszi a kezét. A parancsol is mondja, hát az meg a fekete hunyadi seregám. Tudta ezt maga, bácsi? Hát mondja, ha ugye nem tudtam, hát de köszönöm szépen, hogy szóltál. Tehát igen, tehát még a kis, ezek még egy második osztály is tanuló voltak, és van rá érdeklődés, és érdekli a gyerekeket nagyon. Az orvosom azt mondta, hogy nem szabad ezt abba hagyni, mert ez már beteges, és ez kezelhetetlen, ezt folytatni kell, gyűjtni kell tovább ugyanúgy. Nem hiszem, hogy abba kell hagyni, mert van rá kereset, sok az érdeklődő. Szerencsére nagyon sok társam van, akik gyűjtik,
amint már említettem, hogy cserebérünk, de nehéz, tehát nagyon-nagyon nehéz. Érdemes korán indulni piacokra, az internetet ugye bújni, mert akart azért a padlások tetején, pince mélyében, de nagyon nehéz hozzáférni, tényleg nagyon nehéz. A Schenk figurák megelevenítik, többek között Mátyás fekete seregét, egy vadnyugati életképet postakocsikkal, kisvonattal és indián táborral, de fellelhetőek a 48-as huszárok is a kiállítás darabjai között. Itt a kezemben látható egy első szériás, vagy másik szériás sorozatban egy Schenk katona gyűjtemény. Ezt jó pár éve, nem is tudom, 8-10 éve tudtam megvásárolni, ha megfordítom. Itt lehet fellelni azokat a formákat, figurákat, amik Schenk Károly által gyártott játékokból kerültek elő. A kiállítás, amelyet a gyűjtő két napig építgetett, egészen február 28-áig tekinthető meg a Könnyű László Városi Könyvtár nyitvatartási idejében. A gyermekkori emlékek felidézése után pedig egy játékon alapuló ügyességi sportággal megyünk tovább, amely 3 évtizede van már jelen tamási iskolák sportéletében, és szerintem önök is elmondhatják, hogy legalább egyszer kipróbálták már. Miután a mai világban sokat görnyedünk a számítógép előtt, így akár felnőttként is bátran választhatjuk ezt a mozgásformát, ami az egész testet átmozgatja, és könnyedén beszerezhető hozzá az eszköz is, amely szükségeltetik. Na de már itt is vannak a részletei, hogy hogyan zajlanak a szakosztály foglalkozásai. Tamásiban az ugrókötelezés már 1992-ben megjelent választható sportákként az iskolák tornatermeiben. Ma már a Tamási Szabadidő és Sportegyesület szakosztályaként működik. Végül is a gyerekek tanulnak táncolni kötél segítségével. A kötelet, mint sporteszközt felhasználják a különböző nehézségi feladatok végrehajtására. Tulajdonképpen a tornasporthoz tudom ezt hasonlítani, amikor egy valamilyen nehézségű elemeket végrehajtanak különböző variációban és figurában. Általában, mint a sportágok legnagyobb része, bemelegítés, ritmusgyakorlatok, és azt kellettően a kötél elkezdenek a gyerekek különböző elemeket megtanulni, azokat kapcsolják, illetve társas feladatokat is végrehajtanak, tehát kínai hajtás, amikor a két gyerek akár egy kötéllel vagy váltott kötélhajtással próbálnak feladatokat végrehajtani. Egyre népszerűbb a fiúk között is szerencsére versenyeken is, illetve hát a bemutatókon is ott vannak a fiúk, úgyhogy a lányokkal együtt megállják a helyüket, úgyhogy én azt mondom, büszke vagyok rájuk. Azon felül, hogy az edzéseken a gyerekek hasznosan, aktívan töltik szabadidejüket, versenyekre is készülnek. A hétvége is egy megmérettetést tartogatott számukra, ott jártunkkor épp a Dombóváron megrendezett megyei diákolimpiára készültek. Azt követően, hát az még bizonytalan, hogy az országos bajnokság hol lesz, illetve megtartják egyáltalán, mert nagyon sok kieső tanuló van, a versenyszervezésen nehézkes, ilyen bizonytalan időszakban sokkal bonyolultabb ezt megvalósítani. Van az ugyan egy gyorsasági feladat, amikor fél perc alatt a cél az, hogy minél gyorsabban és minél több alkalommal hajtsát a kötelet egy tanuló láb alatt, illetve az különböző elemek bemutatása, a különböző nehézségű duplázások, tehát ott egy felugrás alatt kétszer is körbehajtja a kötelet egy-egy tanuló, úgyhogy erről szól. Tehát egyrészt gyorsasági, másrészt az elemek bemutatása. Ugye a gyerekek itt vannak edzésen, jól érzi magát, akkor már nyert helyzet van. Hogyha valaki többet akar egy kicsit szereplésen, ott akar lenni, annak többet kell gyakorolni. Ha valaki vállalja, hogy a versenyeken részt vesz, akkor még többet. Ha úgy érzi, hogy akár az országos verseny szeretne eljutni, akkor meg edzéseken kívüli foglalkozás is tartok a gyerekeknek, illetve a Kriszti kolléganőm. A versenyeken kívül több alkalommal találkozhatunk a Tamási Szabadidő és Sportegyesület ugrókötél szakosztályának tagjaival különféle rendezvényeken is. A sportvállon az volt a legismertebb kulturális bemutatókon, vidékre hívnak bennünket kulturális bemutatókra, tehát ami éppen adódik a gyerekeknek, mint lehetőség, ott megmirettetik magukat. Február 19-én 19 órától a kötélugrosok hagyományos bálja, erre készülünk, remélem, gördülékenyen menni fog. Nagyon lelkes szülői háttér van, akinek csak köszönettel tartozom. Ez egy közös munka a gyerekek érdekében, biztosítják ők is, én is, mindenki azt tesz hozzá a gyerekek lehetőségehez, amit tud. Próbáljuk úgy megszervezni, hogy a lehető legjobban érezzék magukat, és
aki nagyon kezdő, ott akkor is meg tudja mérettetni magát, mint ami esetleg itt majd bemutatásra kerül a keringőnek a gyakorlása, az már tulajdonképpen a kötőugros bálnak a megnyitóra való felkészülés egyébe történik. A szakosztály hétfőn és szerdán 15 órától tartja edzéseit a Würz Ádám általános iskola aulájában, amelyhez bátran csatlakozhatnak az érdeklődő diákok. Az eszközöket az egyesület biztosítja. Hát én azért ugrókötelezem, mivel hogy én mindig is szerettem volna ugrókötelezni. Azt nem tudom, hogy miért, de magyarul nekem van egy példaképem, aki szintén ugrókötelezik. A legkisebbek is örömmel ragadnak kötelet, hiszen az edzések alkalmával tapasztalják a mozgás jótékony hatásait is. Tudunk versenyre menni, és megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Nekem a legjobban azt tetszik, amikor itt edzésen vagyunk, hogy kiugrálhatom magamból azt, amit napközben felháborított. Nekem itt 2,5 éve nem annyira nehéz, mert a tesó is ugrókötelezett, és tőle nagyon sokat meg tudtam tanulni. Hát nekem sem, mert itt a nővérem, és akkor tudok tőle tanulni, meg ilyen. 3,5 éve ugrálókötelezek. Én azért választottam ezt a sportot, mert én régen óvodában nagyon szerettem ugrálókötelezni, és a mamám mondta, hogy én jöjjek el ugrálókötelezni, ezért ezt választottam, hogy eljövök. A Tamási Szabadidő és Sport Egyesület ugrókötél szakosztálya várja az érdeklődőket a február 19-én megrendezése kerülő báljára, ahol a gyerekek meglepetés tánca mellett a foglalkozásokon tanult elemeket is láthatják majd a vendégek. A népszerű sporttal, a futballal megyünk tovább. A Tamási 2009 FC tavaszi felkészülési időszakának soron következő lekötött edzőmeccsét játszott, amikor náluk jártunk február elején. A meccsnapon a viszontagságos téli időjárással és a hiányos csapatlétszámmal is meg kellett küzdeni a tamásiaknak, de hogy mi vár a futballklub játékosaira a tavaszi szezon kezdéséig, jönnek a részletek. A Tamási 2009 FC már javában készül a tavaszi szezonra. A felkészülési időszak január közepén vette kezdetét. Kicsit fele más eredménnyel zártuk, mert nagyon jó kezdték a bajnokságot az elején, de mint az elején is megfogalmaztam az 5. forduló után, hogy vezettük a tabellát, hogy ne a tabellát nézzük, hanem azt, hogy mi csapatot szeretnénk építeni. És ez úgy mondom, hogy szerintem ez össze is jött, mert egy egységes csapatunk lett, nagyon sok fiatalt beépítettünk, de sajnos a második felében a bajnokságban azért nagyon sokan úgymond betegség, sérülés, eltiltások miatt hiányoztak, és ezáltal úgymond visszaesett egy kicsit a teljesítményünk is. 13-án kezdtük a felkészülés, január 13-án, heti 3 edzésünk volt eddig, és sajnos 2 edzőmérkőzésünk elmaradt. A kaposvári Rákóczi ellen játszottunk volna január 21-én, illetve most hétvégén az az időjárás miatt maradt el, és most hétvégén szombaton mentünk volna Pécsre a PVSK-hoz, ott viszont sajnos nagyon sok betegünk volt a csapatban. Úgy érzem azért, hogy még mindig azért a csapatépítés fontos, de viszont azért nem szeretnénk alacsonyabb osztályú csapatok ellen, tehát nem az, hogy könnyű győzelmeink legyenek, hanem az, hogy azért legyenek komolyabb ellenfeleink, akik ellen azt mondom meg kell küzdeni, és akkor be tudjuk sorolni magunkat, hogy mégis milyen erőt képviselünk mi is. Tehát az összes csapatok ellen, akiket lekötöttünk, az mind hasonló kaliberűek, mint mi, sőt, vannak erősebbek is. Fölkértek, én az ifjúsági csapattól kerültem a felnőtt csapathoz. Szerettem volna minél több fiatal beépíteni, de sajnos voltak olyanok is, akik beálltak, csinálták szorgalommal, de sajnos voltak is, akik lemorzsolódtak, és ezeket szeretném mindenféleképpen pótolni. Tehát én úgy érzem, egy 2-3 játékost szeretnénk igazolni. Az igazolások azért folyamatban vannak. Egy igazolásunk az már biztos. A Rákóczitól igazoltuk, kaposvári Rákóczitól a Balog Alexet. Tehát ő már biztos, de még van 2 NB3-os képességű játékos, akit szeretnénk még most leigazolni a tavasszal. A fiatalok nem mindig partnerek abba, hogy beálljanak a sorba. Tehát és a másik az, hogy azért Tamási nem egy nagy település, tehát azért gyakorlatilag Kaposvárba, aki azért megyeszékhely, ott is azért nagyon a csapatnak a fele legalább légiós, tehát más megyékből származik, és nekünk is alkalmazkodni kell. Tehát igazán olyan csapat nem is nagyon van itt a megye első osztályban, aki ki tudna állítani 11 saját nevelésű játékost. Talán a Szekszárd úgymond kivétel.
A Tamási 2009 FC megyei egyes csapata első edzőmérkőzését a Somogy megyei 9. helyezett balatoni Vasas ellen játszotta, mely mérkőzés alkalmával hamar felvették ellenfelük taktikáját a hazai pályán játszó tamásiak. A döntő gólokat a meccs második félideje hozta meg. A meccs végére Tamási 5-0-ra verte ellenfelét. A felkészülési edzések egyik fajsúlyos pontja a fizikai erőllét megfelelő szintre hozása, vagy éppen szinten tartása. Én nagyon a kondicionális jellegű edzéseket helyezem előtérbe. Értem ez alatt a sok irányváltást labdával, labda nélkül, és a kisjátékok. Ez a modern focinak szerintem az alapja. Egy kaposvári Rákóczi, ők azért heti 5 edzésre készülnek, ők feladják a leckét, tehát várjuk a kihívásokat. A Tamási 2009 FC felnőtt csapatát a balatoni Vasas elleni küzdelemben jól egészítették ki, az U19-es fiatalok nagyobb lendületet adva ezzel a játéknak. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!